A Mikulással együtt lepték meg a családokat a Karöltve Szekszárdért csoport tagjai, hogy átadják karácsonyi ajándékaikat. Bár egész évben igyekeznek támogatni a nehéz sorsú családokat, mégis az egyik legnagyobb adományozást ilyenkor tartják. Idén nagyon izgalmas volt a gyűjtés, két ponton is gyűjtöttünk, és nagy izgalommal vártuk az adományokat. Félelemmel is vártuk őket, megmondom őszintén, mert ugye tudjuk, hogy most mindenki nehezebb helyzetben van, ugye a kialakult gazdasági helyzet miatt, és igazából nem tudtuk, hogy mire számíthatunk. Nem vásárlásra buzdították az embereket, hanem hogy nézzenek szét a kamrájukban, és ha valamiből több van, akkor abból adakozzanak. És bár nehezen indult be az adományozás, végül sok tartós élelmiszer gyűlt össze. De édességet és némi játékot is tudtak a gyerekeknek adni december 17-én a Mikulás segítségével. Nem tudtunk olyan volumenű csomagokat összeállítani, mint tavaly, hogy tavaly óriási csomagokat vittünk, de így is 10 családnak tudtunk vinni nagyon-nagyon szép csomagokat, tehát tényleg nagy csomagokat, mindenből jutott a családoknak, mert nekünk mindig az a célunk, hogy ne pici csomagokat adjunk karácsonykor, tehát 1 kiló liszt, 1 kiló cukor, 1 darab olaj, az egy jó dolog, de ahol sok gyerek van, az csak kiegészítés tud lenni. Idén 10 olyan családot leptek meg az adományokkal, akik eddig még nem kaptak. Szekszárdot járva nagy feltűnést keltettek a Mikulással, többen az utcáról is oda mentek a nagyszakállóhoz, és egy versért vagy énekért cserébe ők is kaptak egy kis édességet. Hozzád várunk rá, kedves öreg télapó! És voltak olyan családok, akik az erkéről integettek le, gyorsan lefutottak a gyerekekkel, de tinédzserek is voltak, akik lejöttek és énekeltek a télapónak. Aztán voltak kisebb korú gyerekek, akik már énekelve és verset regélve rohantak oda a télapóhoz. Nagyon megható volt. Mindenki nagyon örült az ajándéknak, és nem számítottak ekkora csomagokra. A Karöltve Szekszárdért csoport nem csak karácsonykor, hanem egész évben támogatja a környéken élő nehéz sorsú családokat, de ilyenkor különösen fontosnak tartják, hogy a karácsonyi csoda oda is beköltözhessen, ahol nehezebben hisznek benne.